Jó reggelt kívánok, kedves barátaim, vagy jó estét kívánok, kedves barátaim. Itt Amerikában most éppen reggel van, de mire ezt fölveszem, mire ezt ti meglátjátok, addigra Budapesten reggel 8 óra van, itt vagyok Borough Parkban, Brooklynban, New Yorkban, a Munkácsi zsinagógában. Ezt egy külön kis filmben korábban láthattátok. És kihasználom az alkalmat, nem akarok senkit se cserben hagyni, csak meg fogok próbálni minden nap fölvenni rövid tanulásokat, hogy a 8 órai tanulásról sem maradjon le senki. 8-at jutott már az óra, vár benneteket a tóra, kedves barátaim. Reggel ima után vagyok, úgyhogy ezzel még rajtam van a tálesz, a talit, az ima lepel, a tfilin, az ima szí. Úgyhogy ez, gondoltam, hogy ha már tanulunk, akkor legalább ez is rajtam legyen. A tánya 12. fejezetében vagyunk, és arról beszéltünk ugye az elmúlt alkalommal. Korábban beszéltünk a cádikokról, és beszéltünk a rásákról, beszéltünk az igaz emberekről, és beszéltünk a gonosz emberekről. És a 12. fejezetben beszélünk a beinoniról, a közepes emberekről. A közepes ember, aki se nem gonosz, se nem teljesen gonosz, se nem teljesen igaz. Azt mondja a tánya, az isteni lélek lényege és eszenciája azonban a 10 képessége. A 10 képesség az ugye a 10 isteni szférához kapcsolódik, a 10 misztikus szférához, melyek nem rendelkeznek egyértelmű szuverenitással és hatalommal a test felett. Ugye a léleknek, egyik léleknek sincsen tökéletes szuverenitása, tökéletes hatalma a test felett. Ugye arról beszéltünk, hogy az emberben két lélek mozog, két lélek munkálkodik. Az egyik az isteni lélek, a másik az állati lélek, pontosabban a lelkinek két aspektusa, az isteni lélek és az állati lélek. Ugyanis, amint azt később meglátjuk, az állati lélek is gyakorol bizonyos fokú ellenőrzést a test felett azáltal, hogy az ember szívében vágyakat ébreszt a világi élvezetek iránt, amelyek viszont tiltott gondolatokat ébreszthetnek az elmébe. Ugye az fontos nagyon, hogy az embert nem csak az Isten lélek irányítja, az állati léleknek is kell hagyni valamiféle teret. Ugyanis, ugye az Isten lélek természetéből adódóan, a szentség felé, Isten felé irányítja a lelket, az állati lélek pedig természetéből adódóan az evilági élvezetek felé irányítja a lelket. Most, ha csak és kizárólag az Isten lélek lenne az, amely hatást gyakorolna a testre, akkor az ember elfelejtene esetleg az alapvető szükségleteit is elvégezni, amely a fizikai létfenntartáshoz szükséges. Ha viszont csak az állati lélek uralkodik az ember felett, akkor viszont az egész élete puszta kéhájhászás és hedonizmus. Csak bizonyos alkalmakkor uralkodik az isteni lélek teljes mértékben a beinoni felett. A beinoni az a közepes ember, tehát a nem cádik és nem rásá, az nem teljesen igaz és nem teljesen gonosz ember. És csak bizonyos alkalmakkor uralkodik az isteni lélek. Tehát vannak bizonyos alkalmak, amikor az isteni lélek tökéletesen át tudja venni az irányítást, a hatalmat az ember teste felett. Ilyenek például a smá mondásának az ideje, tehát az imádkozás ideje, vagy az amid elmondása, tehát ténylegesen az imádkozás ideje az, amikor az ember teljesen át tud lényegülni, amikor az Isten lélek teljesen át tudja venni a hatalmat a test felett. Ekkor az ima idején a felsőbbrendű értelem magasztos állapotában van. Az ember, amikor ha imádkozik, és hogyha jól imádkozik, hogyha rendes áhítattal és átéléssel imádkozik, akkor az értelme egy felsőbbrendű állapotban van, egy magasabb spirituális szférában, mely a megvilágosodás ideje. Ugyanígy lent ebben a fizikai világban az ima ideje kedvező minden ember számára, hogy felemelkedjen egy magasabb szellemi szintre. Ugye az ima nem szól másról, nem is szólhat másról, mint arról, hogy az ember igyekezzék Istenhez kapcsolódni, Istennel kommunikálni. Ugye itt akkor nyitok egy zárójelet, és megjegyzem, hogy az ima lényege az tulajdonképpen nem más, mint a kapcsolatépítés. Sokan kérdezik, vagy sokakat zavar esetleg az a tény, hogy nem érzik úgy, hogy ez a kommunikáció kétoldalú lenne, nem érzik úgy, hogy Isten viszont kommunikálna az emberrel, és úgy érzik, hogy csak az ember kommunikál Istennel, akkor azért azt tudni kell, hogy a kimondott szót illeti, az valóban csak az ember oldaláról történik, de a válasz, az isteni válasz, az tetten érhető, ha nem is kimondott szóban, az az isteni revelációban, de tetten érhető megvalósuló történésekben, megvalósuló eseményekben, ami az ember életét illeti. Azt mondja,
Ugyanis, amint az előző fejezetekben elmagyaráztuk, az Isten nagyságán való elmélkedés felébreszti az Isten szeretetet az ember szívében, az pedig arra készteti a Beinonit, azaz a közepes embert, hogy szeretetből a Tóra parancsolatainak teljesítésével ragaszkodjék Istenhez. Ugye erről beszéltünk korábban, hogy az Istenen való elmélkedés, az Isten nagyságán való elmélkedés, azon való elmélkedés, hogy az örökké való Isten a határokon és a természet korlátain felülálló Isten mégis mennyit investál ebbe a fizikai világba és benne az emberbe, ez fel kell, hogy ébressze az emberben az Isten szeretetet, az Isten félelmet és az Isten iránti vágyat, illetve az Isten parancsolatai betartása iránti vágyat. Az Isten iránti szeretetnek ez az ébredése, és az ezzel együtt járó elhatározás, hogy ragaszkodjunk a Tórához és a micvákhoz, és ezáltal ragaszkodjunk Istenhez is. Ez az imádkozás lényege, amely bibliai parancsolatként van előírva számunkra, hogy imádkozzunk. Hasonlóképpen a rabbinikusan elrendelt áldások, tehát az olyan parancsolatok, az olyan imák, amelyek rabbinikusan elrendeltek, és amelyek megelőzik és követik a smát, előkészületek, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy beteljesítsük azt, amit a Tóra által előírt smá mondásában mondjunk, amint ezt máshol elmagyaráztuk. Ugyanis itt arról van szó tulajdonképpen, hogy vannak olyan imák, amelyek tórai, bibliai parancsolatú imák, és vannak olyan imák, amelyeket a rabbik rendeltek el. A Tóra önmagában csak nagyon kevés kifejezett imát ír elő, összesen egy darabot összesen, az összes többi ima rabbinikus. Azt mondja a Tánya, hogy az a Tóra által elrendelt ima, az az, ami véglegesen összeköt, a smá elmondása, az, ami véglegesen összeköti az embert Istennel, viszont az előtte meg az utána lévő különböző rabbik által szerkesztett, rabbik által megparancsolt imák azok, amelyek felkészítik az embert, és lehetővé teszik számunkra, hogy a tórai ima elmondásával ténylegesen kapcsolódjunk. Kicsit olyan, mint egyfajta előkészület. Ahhoz, hogy a Tóra által elrendelt ima az olyan, mint amikor az ember bemegy a királynak a palotájába, a rabbik által elrendelt ima pedig az előszobája ennek a palotának, az pedig a felkészítés ennek a palotának. Kedves barátaim, vagy a palotába való belépésnek. Kedves barátaim, örülök, hogy itt voltatok. Igyekszem minden nap bejelentkezni 8 órakor ezen a héten is, amikor itt az Egyesült Államokban, New Yorkban vagyok, és különböző extra videókat is fogok csinálni, úgyhogy vigyázzatok magatokra is egymás, és várlak benneteket itt. Ja, és még valami nagyon fontos. Elindult egy Instagram csatornám, ott még több tartalmat teszek föl, kicsit talán személyesebbeket. Az Instagramon úgy fogjátok megtalálni, hogy Lekvár és Jam, egybeírva a csupa kisbetűvel Lekvár és Jam. Kövessétek az Instagram csatornát is, és ott folyamatosan jelentkezek be tartalmakkal. Vigyázzatok magatokra és egymásra!